A vasárnapi szentmisét követően Soltész Miklós azt mondta, kormánya 50 millió forinttal segíti a Csíkszereda és Székelyudvarhely közé tervezett fiatalokat kiszolgáló táborhely építését. A nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár azt is elmondta, idén 4,6 millió forinttal támogatják a csíksomlyói ifjúsági találkozó megszervezését. Ugyanakkor a Kis Szent Teréz plébánia számára tavaly kiutalt 5 millió forintot idén további 4 millióval egészítik ki. Ezért támogatunk egy olyan kérést, melyet a Főegyház megye, a Gyulafehérvári Főegyház megye kért, és már aminek a megvalósítását a székelyudvarhelyiek vállalták magukra. Csíkszereda és Székelyudvarhely között körülbelül félúton, Hargitán, ott fognak kialakítani egy táborhelyet, megvásárolnak egy területet, illetve ki is építenek hozzá kisebb infrastruktúrát, és mindezt 50 millió forinttal fogjuk támogatni. A Fidesz politikusa ezt követően részt vett a Magyar Állam segítségével épített Sándor Telki református templomban tartott istentiszteleten, ahol átadta Orbán Viktor miniszterelnök által küldött millenniumi zászlót, és felolvasta a kormányfő üzenetét is a gyülekezet előtt. Nagy tiszteletű Juhász Ábel, lelkipásztor úr, tisztelt Sándor falvi, Sándor Telki, református gyülekezet. Ahogy az együtt égő fahasábok fényesebbek, és messzebbre látszanak, mint a külön-külön pislákolók, ugyanúgy egy közösség ereje is abban rejlik, ahogy összefog saját megmaradásáért. Az önök gyülekezete azzal ünnepelte meg a reformáció félezredik évfordulóját, hogy a régi, romos templomuk helyett egy újat építettek, bizonságul annak, hogy a jövőt Sándor Telkén is magyarul írják. A Fidesz politikusát udvarhelyszéki körútján elkísérte Gálfi Árpád, székelyudvarhely polgármestere is.